Na, akkor figyeljetek, a körkérdésem az az lesz, tudom, nagyon szeretitek, és nagyon várjátok, ha egy év múlva találkoznánk itt, akkor mit mondanál, hogy mire vagy büszke, 2020-ban mi az, amit te elértél? Ugye ott tartottunk, hogy tervezzük a 2020-as évünket, 2019-et valamilyen szinten lezártuk, megbeszéltük, hogy mi volt a szép, mi volt a jó. Most az a kérdés, hogy 2020-at, ha így direktbe kérdezem, hogy hogyan tervezett, ez nem biztos, hogy működik, legalábbis erre jöttem rá, ezért inkább így kérdezem, hogy egy év múlva itt találkozunk, akkor mit mondasz, hogy mi az, amire büszke vagy, amit szerettél volna megcsinálni, elérni, és azt így kipipázod, mert megcsináltad. Megbeszéltünk 2020-ban, hogy mit akarok felnőni. 2021-ben azt mondanám, hogy sikerült felnőni abban, amiben 2020-ban még nem voltam jó. Hát most annyira jó vagy. Ugye?